Orvosgenetikusként vallom, hogy mi emberek egy fajhoz tartozunk, egyenértékűek vagyunk, és valahol a legsúlyosabb sértést az emberi méltóságra az jelenti, amikor mégis az emberek között különbséget tesznek. Férfi és nő között, vallás szerint, hogy ki zsidó, ki éppen baháj, vagy hogy éppen rassz szerint, mert például azért Magyarországon a roma probléma, a cigány probléma ma egy nagyon-nagyon súlyos probléma, és akkor még mondhatnám tovább, hogy a mély szegénységben élő embereket is lassan már nem tekintik embernek, mert hogy semmire se jók, és valahol úgy érzem, hogy ezzel nem csak őket bántják, hanem minket is bántanak. Mert hogyha mi adunk az emberi méltóságra, és adunk arra, hogy a többségnek a humánuma azon mérhető le, hogy hogy viszonylik, hogyan viszonyul a kisebbségekhez, most akár nemi kisebbséghez, akár vallási kisebbséghez, akár rasszikus különbségekhez, akkor nagyon fel kell emelni a szavunkat, amikor ilyen atrocitásokat hallunk, mint ebben a kérdésben történik a világban.